Vasárnap éjfélkor lejárt a jelöltállítási határidő az önkormányzati választásokra. Az MKP és a Most Híd pártja közösen támogatják Badin Viktor független polgármester jelöltet. Erről döntött az MKP taggyűlése. Tegnap tehát kedden tanácskozott a városi parlament. Egyenes élőadásban kaptak tájékoztatást a város polgárai az önkormányzat aktuális döntéseiről. Szlovák és magyar katonákat tüntettek ki a főtéren. Képzés és tréning a magyar-szlovák határon átnyúló kapcsolatok építéséhez a Rákóczi Magyar Házban. A gótikus út mentén zajlott sorrendben a 9. Ars Antiqua régi zenei fesztivál. A keddi tehát a tegnapi önkormányzati ülés élő közvetítése miatt elmaradt a Rozsnyói Magazin műsorunk sugárzása, ezért köszönt ma otthonaikba ebben a rendkívüli időpontban a Városi Televízió műsora. Üdvözlöm nézőinket! Aki lemaradt, kimaradt. Hisz vasárnap, október 3-án éjfélkor lejárt a jelölt állítási határidő az önkormányzati választásokra, és bizony sokan hagyták utolsó pillanatra a döntést. Nagy volt a vasárnapi forgalom a Városi Hivatal második emeletén. A novemberi önkormányzati választásokra sokan utolsó pillanatra hagyták a döntést, míg éjfél előtt is hoztak független jelöltek támogató aláírásokat a Rozsnyói Városi Hivatalba. Az MKP helyi szervezete szintén utolsó pillanatban döntött a jelölésekről. Az alapszervezet független polgármester jelöltet támogat a Most Híd párttal közösen, Badin Viktor mérnök személyében, aki be is mutatkozott a taggyűlés elején. És arra kérem önöket, hogy nézzük meg, jó ez a választás, vagy nem jó a választás. Tehát önöké a döntés. Bár a régi rozsnyói evangélikus Badin család legidősebb fia talán nem is szorul bemutatásra a tőzsdekeres rozsnyóiak előtt. Én ilyen szerencsés helyzetben vagyok, hogy úgy a családot, az édesanyját, a nagymamáját, a nagyapáját, akivel együtt dolgoztunk 25 évig, és az édesanyjával nagyon jól ismerem a családot. It couldn't have been better. Nem volt rossz ízlítve. Badin Viktort jó jelöltnek tartom. Nagyon örülök, hogy megegyeztek a civil szervezetek is, és támogatják ezt a jelöltet. Az MKP helyi szervezete titkos szavazással döntött a képviselőjelöltek állításáról. 50% fölötti tagsági támogatással 8 képviselőjelölt indulhat a 2010-es önkormányzati választásokon. Kohaszi Krisztina, Kardos Ferenc, Katrenyics Károly, Laco Árpád, Legnár Péter, Porzi Gábor és Kalas István. Rozsnyón a most már 17 tagúvá zsugorodott városi képviselőtestületbe 104-en vállalták a megmérettetést 3 szavazókörzetben. Nem csökkent tehát az érdeklődés a képviselői mandátumok iránt. 14 politikai párt 68 képviselőt állított. Legtöbben a Smer színeiben indulnak 17-en, őket követi a Most Híd pártjának 13 jelöltje, a polgári konzervatívok 8 jelöltet állítanak, a Szabadság és Szolidaritás pártja pedig 4 jelöltet indít. A kereszténydemokrata mozgalom 6-ot, az USZVIT 3-at, az SZDKUDSZ pártja 2-t, szintén 2 jelöltje van a HZDSZ-nek. A Szlovák Nemzeti Párt, a Demokráciáért Mozgalom, a Roma Koalíció, a Roma Kezdeményezés pártja, a Szociális Szolidaritás pártja pedig 1-1 jelöltet állított. 36-an független jelöltként indulnak az önkormányzati választásokon. A küszöbön álló önkormányzati választásokon 9-en indulnak polgármester jelöltként. Meglepetésre az eddigi Smeres jelöltként 4 évvel indult polgármester Vlagyiszláv Laciak független jelöltként indul az önkormányzati választáson, és szintén független jelöltként indul Filicki Erika, Bolacsek András, Ladislav Gazsik, Karol Kovács és Badin Viktor, aki az MKP és a Most Híd támogatását élvezi. Az USZVIT jelöltje Ján Vojta, a Smer SD Ján Babicsot jelölte, és Ivan Kun pedig a polgári konzervatívok pártjának jelöltje. Az önkormányzati választásokra november 27-én kerül sor.
Bizonyos nosztalgiával gondolok az elmúlt évszázadokra, amikor még 10 000 lakosa sem volt a városnak, és bizony 24 városatya trónolhatott a képviselői karosszékben. Nem beszélve arról, hogy ez akkor még tiszteletbeli funkció volt, írja a letűnt évszázadokról Mikulik József, a város krónikása. És bizony egyszer egy évben vízkeresztkor, tehát január 6-án, egész nap és éjszakában nyúlóan számot kellett adni tevékenységükről a városatyáknak a város polgársága előtt. De ugorjunk az időben, rövid híreink következnek, bizony nagyon is a mai időkről. Szlovák és magyar katonákat tüntettek ki Rozsnyón október 1-én. A katonák külföldi békemisszióban szolgáltak. A rozsnyói főtéren ünnepi katonai díszemle keretében a szlovák hadsereg vezérkari főnöke Lubomír Bulik hadseregtábornok kitüntetést adott át az afganisztáni, ciprusi, grúz és a Golán fennsíkon szolgált béke misszióból hazatért katonáknak. 198 szlovák és 20 magyar katona kapott kitüntetést. A magyar katonák Ciprusban közösen szolgáltak a szlovák katonákkal. Az ünnepi sorakozón részt vett Benkő Tibor tábornok, a magyar hadsereg vezérkari főnöke. Az ünnepi sorakozó katonai parádéval zárult. Kétnapos rozsnyói képzési program valósult meg a 2007-től 2013-ig tartó Magyar-Szlovák Uniós Együttműködési Program keretében. A rozsnyói Rákóczi Magyar Ház adott otthont a kétnapos tréningnek. Szakmai és gyakorlati alapismeretekre tehettek szert azok az önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók, akik bekapcsolódtak a Szövetség a közös célokért irodahálózat és a Puskás Tivadar közalapítvány közös képzési programjába. A hálózatépítés elemeinek keresésére alkalmas adatbázisok fejlesztésére irányult a képzés. A projektmenedzsment munkája, pénzügyi tervezési ismeretek, az adatbázisok biztonságos használata nélkülözhetetlen részei ennek a munkának, hangsúlyozták az előadók. Tizedbeszédőnapot hirdettek szeptember utolsó hétvégéjén a történelmi gömörtornai karsztvidéken. A kitűnő időben szervezett második tizedbeszédő fesztivál a kulturális programok mellett hagyományos mesterségek bemutatását csodakoztatta fel Almáson, a volt Eszterházi uradalomban. Az Alma Polgári Társulás szervezésében megvalósult rendezvény egy turisztikai programcsomag, amely nem csak a granárium épületét hasznosítja, hanem a hagyományos tájgazdálkodást, gasztronómiai hagyományokat is bemutatta, például volt biobangalica kóstoló, tájjellegű ételek, többek közt a krumplilángos készítését. Ám avattak katica kemencét, vagy bemutattak máig fellelhető vidéki életformát a több ezer látogatót vonzó rendezvényen. Kettős ünnep volt szeptember utolsó hétvégéjén Jólészen. 265 éve itt született Császár András, a süket némák megmentője, az emlékünnepség keretében szentelték föl a katolikus templom harangját, Momos Miklós harangöntőmester munkáját. Jólész zarándok helyé vált a hallássérült emberek számára. A Császár András nevét viselő Váci Hallássérültek Intézetének igazgatóját a község díszpolgárává avatták. Kis megjegyzés a látottakhoz, tehát az utolsó anyaghoz. Mikes György az intézet igazgatója egyedüliként Közép-Európában hallássérülten tölti be ezt az igényes munkakört, és zárjuk a mai adást fesztivál hangulatban és zenével. Régi zenei fesztivál és a régió gótikus útja, az Ars Antiqua in Via Gotica, az egyházi és barokk zenét népszerűsítő fesztivál már 9 éve van jelen a zenei fesztiválok palettáján. A Gömöri Népművelési Központ szervezésében zajló rendezvény az idén jóval szerényebb volt, mint az elmúlt években, támogatás hiány elsősorban kamara jellegű előadásokat láthatott a közönség. Az Ars Antiqua régi zenei fesztivál 4 napján és 8 helyszínén 3 történelmi régiót kapcsolt össze. Gömört, Szepességet és az Akteleki Barlangi koncert kapcsán a gömörtornai karsztvidéket. Zene nem ismer határokat, hiszen ez egy európai szintű rendezvény, ami pedig a nemzetközi kapcsolatokat illeti. Éppen ezen az éven Magyarországról vannak résztvevők. A nyitókoncert a csetneki evangélikus templomban kezdődött, stílusosan egyszólamú gregorián kórus művekkel. Približenia starej kultúry do, myslím si, že veľmi
historickej obce Štítnik. Je to stretnutie s ľuďmi, ktorí vyznávajú vážnu hudbu a ktorí jej rozumejú. A 13. 15. század kórus muzsikáját Pozsonyi Szkóla Gregoriano előadásában hangzott fel. Takže tohtoročná Ars Antiqua Europae in Via Gotica je zameraná hlavne na mladých interpretov. Zaznejú v programe gregorianské chorály, vlastne rôzne štýly starej hudby, tak ako po iné roky. A fesztivál az idén jóval kevesebb anyagi eszközzel gazdálkodhatott, mint az elmúlt években. Ezen az éven csak egy harmada a költségvetés annak az összegnek, amit tavaly és tavaly előtt bele tudtunk fektetni ebben a rendezvényben. A Kulturális Minisztérium támogatta nagy részben az ez évi rendezvényt. Így főleg kamara együttesek, szólisták mutatkoztak be a fesztivál keretében. A gótikus út mentén haladó régi zenei fesztivál csetnek után a Krasznahorkai vár kápolnájában orgona muzsikával folytatódott. A kassai Jubilusz fiatal egyetemisták egyházi kórusának hangversenye igazi színfoltnak számított a fesztivál zenei palettáján. A római katolikus székesegyházban közel másfél órás koncertet adtak a kórus muzsika szerelmeseinek. A Rozsnyói Gömöri Népművelési Központ 9 éve szervezi az egyházi és barokk zene bemutatására szakosodott programsorozatot. Kulturális programok lehetővé tették számunkra azt, hogy csatlakozzunk Kassa Kulturális Főváros programjához. Kassa 2013-ban lesz Európa kulturális fővárosa. A gótikus út mentén haladó régi zenei fesztivál programsorozata így több látogatót csábíthat a régióba. Kedves nézőnk, ennyi fért a mai adásba. Ma október 6-a az aradi vértanúk napja van, és bízom benne, hogy sokan találtak időt arra, hogy emlékezzenek a magyar történelem egyik legtragikusabb napjára. Programajánlomban pedig szeretném felhívni figyelmüket egy kiállításra a Dunamente madarairól a Bányászati Múzeum képzőművészeti galériájában. Műsorunkat ma Kassa megyei hírmagazinnal folytatjuk. Én köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. A viszontlátásra!